Kedves tanár úr, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Örülök, hogy szabaddá tudtad tenni magad. Ha kávézol, hogyan iszod a kávét, feketén vagy fehéren? Én az olasz eszpresszót szeretem, és abszolút feketén. Egy sóstói feketét kérünk neked. Én gondolom, ha az elmúlt évtizedeket tekintjük, hogy téged talán többen szólítanak úgy, ha szeretnének szólni hozzád, hogy tanár úr, és nem úgy, hogy Zsolt. Hát van olyan közeg, ahol igen. Azért a barátaim, meg azok a volt tanítványaim, akik barátaim lettek, azok persze már ők is Zsoltnak hívnak, és hát sajnos vagy szerencsére egyre többen vannak. Igen. Mióta vagy tanár úr? 1991-től vagyok a Vánkiban. És hova készültél, amikor fiatal voltál, gyerek voltál, honnan indultál, így láttad-e magad akkor felnőttként? Hát az még egy lassú világ volt akkoriban, de szerintem olyan tizedikes koromban már megfogalmazódott bennem, hogy talán ez a tanári pálya érdekes lenne, mert a középiskolában akkor én egy nagyon tudásvágyal teli gyerek voltam, úgy emlékszem. Akkor hol voltál? A Költséggimnáziumban jártam, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy kicsit több segítséget, ha kaphatnék, akkor sokkal jobban kinyílhatna a világ, és akkor azt gondoltam, hogy megpróbálok majd olyan tanár lenni, aki segíti a diákjait. Elvegyülsz köztük szinte, ha lehet ilyet mondani. Hát sokat vagyok velük, ez biztos, a közösségi médiában is sok időt töltünk együtt. Hát 2023-at írunk, és meggyőződésem, hogyha visszagondolunk a 90-es évek elejére, hogy akkor nem így zajlottak valószínű az órák, amiket tartottál. Igen, talán onnan indult ez az egész viszonylag újszerű módszertan is, mert én, mikor kezdő tanár voltam, ugyanolyan fizika szakkört akartam ott a gyerekeknek tartani, mint amilyen én is részt vettem annak idején az iskolában. Tehát ilyen klasszikus oldjunk meg feladatokat, és akkor abból áll a szakkör, és nagyon hamar eltűntek onnan a gyerekek. És én akkor azt gondoltam, hogy végülis, ha egy műszaki iskolába jövő gyereknek a vágyait, meg az álmait próbálom felidézni, akkor valószínűleg nem arra gondolt, hogy ő majd így papíron számokat írkál meg jeleket, hanem ő meg is akarja csinálni ezeket a dolgokat. És már mi nagyon hamar belekezdtünk abba, hogy egyfajta ilyen virtuális szakkört csináltunk, ahol mindig az volt a cél, hogy van egy termék. Tehát mindig tárgyasulni szeretett volna minden ötlet. Vagy azt szerettük volna, hogyha minden ötlet tárgyasul. Természetesen, amikor egy cikk születik, vagy egy fotomontázs, az ebbe a kategóriába belefér, de hogy termék legyen. És ugye a termékhez ahhoz mindig hozzátartozik egy csomó folyamat, teszteléstől kezdve a tervezésen át a megvalósításon. Tehát egy picit hasonlít ahhoz, amit mondjuk egy ipari cégnél, vagy egy bármilyen cégnél is, amikor egy terméket állítanak elő, használnak. És azt gondolom, hogy mondjuk ez a mi profilunkhoz nagyon jól illett, és végül is talán az eredmények is mutatják, hogy igen. Mikor kezdted el vinni a gyerekeket, a tanítványaidat olyan versenyekre, mikor volt az a mérföldkő, ahonnan a bánki életében is ez egy
muszáj módon követendő irány lett, vagy beépült az iskolának az életébe? Hát persze ez egy tanulási folyamat, talán 95 volt az első, 1995, amikor a ifjúsági innovációs versenyre először beneveztünk, viszonylag egyszerű, de nagyon karakteres projektekkel. Szerintem akkor még nem nagyon tudtam én sem, meg a gyerekek sem, hogy mit várnak el. Ott azért hosszú évekig tartó tanulási folyamat volt az, amikor mondjuk aztán 2002-ben volt az első, amikor egy kiemelt dicséretet kaptak az innovációs versenyen. Én apró sikereink voltak akkor az Oktatási Minisztériumnak, azt hiszem, hogy az 93-ban volt egy ilyen versenye, hogy a szakkör, mint az innovatív gondolkodásra nevelés szintere, és akkor ott például nyertünk egy első díjat egy olyan eszköznek a tervével, ami azóta mindenhol ott van, ez a alumínium italos dobozokat összeroppantó és összenyomó gép, annak a tervei azok még már 93-ban ugyan kéz is kicben, de ott megvoltak nálunk. És talán a fordulópont az 2006-ra tehető mégis, amikor a Bánki akkori igazgatóját, Bönke Imrét megkerestem, hogy vegyünk egy robotot. És hát elég kikerekedett szemekkel nézett, és azt mondta, hogy jó. És akkor vettünk egy első alkalommal egy ilyen Lego robotot, egy ilyen RCX verziót, és akkor azt gondolom, hogy 2007-ben már ezzel a lépéssel már részt vettünk az Egyesült Államokban a RoboCup nevű világbajnokságon, ahol ilyen robotfoci kategóriába ezzel a Legóval próbálkoztunk, illetve hát akkor a Magyarok a Marson nevű versenyen is középiskolás csapatként az egyetemisták között egy második helyet hoztak el a fiúk. Úgyhogy, és akkor talán onnantól kezdve szoktuk Bánki robotnak is hívni magunkat. Miért akartál robotot? Hát nem tudom, az egy megérzés volt szerintem. Uh-huh. Az egy megérzés volt. Elég komoly, így utólag is lehet mondani, nem? Tehát, hogy hát sorsdöntő volt. Igen, sorsdöntő volt. Ez, hogy lett egy robot a Bánkiban, egy új családot kezdett, gondolom, kialakítani ott az iskolán belül, mert hát nyilván nem az összes gyerek volt az, aki olyan nyitottsággal járt az iskolába, hogy szerves részévé szeretett volna válni azoknak a projekteknek, amelyeket gondoztatok. Nem tudom, hogy itt is szakkörre kell gondolni, vagy teljes mértékben sikerült a tanórákba is beintegrálnod ezt. Hát a tanórákba ez nagyon nehéz, szakkörben is, mivel azért ebben az iskolatípusban nagyon különbözőek az elfoglaltságai a gyerekeknek, tehát vannak délutáni gyakorlatok is. Úgyhogy többnyire ott mi ilyen virtuális szakkör voltunk, ezt már mondtam, vagy láthatatlan szakkör, mert hát ahol volt egy kis szabadidő, akkor egy lyukas órában, egy nagy szünetben voltak ilyen projektindítós beszélgetések, illetve hát amikortól ez a social media megjelent az életünkbe, és akkor ez nem kell a Facebookig várni, hanem már az MSN, amíg valaki emlékszik erre, akkor az is az volt, vagy a IRC, amire szerintem már kevesen emlékeznek, de hogy ezen mentek a beszélgetések és az egyeztetések, és én most annak nagyon örülök, hogy mostanra van egy ilyen Bánki robot alumni, amit az egyetemek is szerveznek, akik ugye szeretik, ha volt egyetemisták, azok visszatérnek és részt vesznek az egyetem életében valamilyen szinten. Nekünk nagyon sok ilyen régi Bánki robotos segítőnk van. Ezek elég komoly életpálya modellek is lehetnek azoknak a gyerekeknek, ugye, akik most ott vannak és nap mint nap bánkis diákként járnak iskolába.
Tehát ez egy előremutatás mindenképpen, azt gondolom, és feltétlenül vonzó tényező az intézmény mellett, ami ott zajlik. Sikersztorinak is nyugodtan nevezhetjük. Azt hiszem, amit... Itt online marketinges cég tulajdonostól kezdve egyéni mérnöki irodát vezető fiatal ember, de van olyan volt diákunk is, vagy volt tagunk, aki most az Egyesült Államokban az egyik amerikai űripari cégnél vezető tervezőként dolgozik, és biztos kijöttem sok embert, mert sok cégvezető van, aki lehet, hogy nem nincs a szem előtt a cégével, de mondjuk beszállítóként ott van egy autóipari cég mögött. És ez milyen érzés tanárként? Nekem azért szokott ez érdekes tenni, mert amikor szoktunk találkozni ilyen nagyiskolákból származó kollégákkal, vagy jövő kollégákkal, akkor ők mindig mondják, hogy micsoda ilyen nagy versenyekre, matek diák olimpiára, stb. Mi ilyen helyekre nem fogunk tudni sose eljutni. Uh-huh. Viszont ilyen esetekben, amikor egy terméket kell kitalálni, és ilyen mérnöki munkával, mérnöki szemlélettel megvalósítani, akkor szerintem ez... Tehát itt nagyon sok... Megtörülheted a szemlélet. Tehát, hogy sok falusi gyerek van vidékre, aki még mondjuk Nyíregyházáig is két óra hosszát utazik, hogy ide elérjen. Hát ezek fantasztikus dolgok. És hogy ezért mennyi erő és tudás ott van. Miket raktál ki az asztalra? Elmondanád nekünk? Hát én elhoztam azok közül a badge-ek közül egy néhányat, ami szerintem nagyon izgalmas, és talán mutatja is azt, hogy azért abból az átlagos vidéki középiskolában, műszaki középiskolában hova is lehet eljutni, mert már említettem, hogy az Egyesült Államokban, Atlantában voltunk robotfoci világbajnokságon, de itt azért láthatóak tajvani badge-ek, Szingapúrban is jártunk, Törökországban, most legutóbb Dortmundban a World Robotics Olympiad világbajnokságon voltunk, és amire még külön büszke vagyok, ez a Maker Fair nevű kiállítás. Ez egy nagy közösség, ez a Maker közösség, és ezeknek az európai nagy találkozója az Rómában szokott lenni minden év őszén, és mi 2016 óta, hát ez a két bezárt évünk közben ott nem voltunk, de egyébként minden évben ott voltunk, és idén például a kiállítóként Magyarországot mi képviseltük egyedül ezen a kiállításon. Például azt a dervist azt azért is hoztam, mert az egyik ilyen Erasmusos vagy a Comeniusos iskola együttműködési programban ismerkedtem meg azzal a török csapattal, akikkel azóta is barátok vagyunk, és azóta egyébként is családosan is látogatjuk egymást, és ezt tőlük kaptam, hogy ez a kerengő dervis, aminek ugye a kinyújtott kezei azok összekötik az eget a földdel, ahogy ők mondják. És ha már ott járunk azon a komódon, akkor elmondanád még, mi az, amit oda kiraktál? Ez a kis furcsa fekete dobozka, az egy ilyen levegőszennyeződés mérő, egy szállópor mérő eszköz. Itt Nyíregyházán ez elég komoly gondot okoz, és erre azért is vagyok büszke, mert tulajdonképpen innen indult el az a városi projekt, ami most is zajlik, egy ilyen négy határon átnyúló projekt, ahol szatmárnémeti, meg ukrán, azt hiszem ungvári iskolákkal, illetve az ottani önkormányzatokkal együtt egy ilyen kis mérőhálózat kialakítására kerül sor, illetve egy csomó olyan rendezvényre, ahol egy picit felhívjuk a figyelmet erre, hogy a tüzelési szokások megváltoztatásával, illetve akár a zöld
övezet növelésével milyen sok mindent tehet mindenki a saját környezetében is ennek a megakadályozása, vagy a szennyezés mértékének a csökkentésével kapcsolatban. Tehát akkor minden területen van mit fejleszteni mindig? Hát igen, szerintem rendszerben érdemes ezeket gondolni, és nem csak egy-egy elemet, hanem talán összefüggésében látni. Azt a Vodafone digitális díjat azt azért hoztam el, mert mondtam azt, hogy mi szeretnénk termékeket csinálni, mindig ez a célunk, és tavaly volt bennem annyi mersz, hogy elkészítettem itt a fiúkkal erre a pályázatot, és akkor, mikor bejutottunk már a pitch körbe, amikor előadhattuk, hogy mink is van, ez már egy nagy dolog különben, hogy az első körön átjutunk, akkor ott érződött a zsűrin, hogy nem férünk bele a keretek közé, amiket ők megfogalmaztak, de hogy olyan értéket látnak ebben a munkában, hogy valamit kell csinálniuk, és ezt az inkubációs külön díjat, ezt miattunk találták ki. Tehát, hogy nem fértünk bele a keretekbe, mert nem voltunk cég, a fiúk nem múltak el 18 éves, tehát egy csomó ilyen ami miatt rögtön ki is dobhatták volna a pályázatot is, és akkor a Vodafone egy néhány ilyen nagyobb rendezvényére is elhívott minket, ahol ott be is mutathattuk, de ott ezek a korlátok, ezek ott látszottak, mert a többi hasonló projekt az már egy működő cég volt, ott, tehát itt még sok munka van, vagy lenne amögött, hogy ebből cég legyen. Cégek mennyire kacsingatnak az iskola felé? Tehát mennyire nézik, hogy kik fejlődnek ott, kiket fog kibocsátani az iskola? Mert én azt gondolom, hogy egy-két évtizede már a figyelem középpontjában vagytok az érintett területen. Az biztos, hogy az iskolában végző technikusok azok nagyon népszerűek itt a megye cégeinél, szerintem még akár Debrecenig is elnézhetünk, tehát semmi ilyen gondjuk nincs a nálunk végzett diákoknak, ha munkát keresnek. Az egy picit már árnyaltabb, akik elmennek a felsőoktatásba, mert hogy onnantól kezdve ők nem a mi diákjainknak számítanak, hanem az egyetem diákjainak. Ettől függetlenül mi azért szoktunk ilyen úgynevezett céges projekteket is csinálni, amikor együtt tudunk működni egy-egy céggel. Néhány céggel voltak már közös céges projektek, például egy nagyon érdekes biciklit, azt egy ilyen nyíregyházi cég támogatásával, úgyhogy helyben ott az ő műhelyükben készültek el azok a munkák, amiket mi akkor nem tudtunk volna kivitelezni, és szerintem a tulajdonos is, aki természetesen ő is a mi diákunk volt, és a Bánki Robotos, talán ő volt az első, aki a szép eredményeket ért el, és ott a cég életét is megpezsdítette egy kicsit, mert ott közben csak méregették, hogy mi lehet ez, aztán odajöttek, aztán már gondolkodtak is, jöttek ötletekkel, hogy akkor ezt nem lenne jobb így csinálni, és szerintem ezek, ha beszivároghatnának egy-egy cég életébe, akkor valószínűleg mindenki számára jó lenne az, ha így együtt tudnánk dolgozni. És akkor időnként ilyen nagy cégek is besegítenek, mert azért ez a műszaki fejlesztés, ez egy viszonylag sokba kerülő szakma. Egyébként én úgy gondolom, hogy az ökoszisztéma, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működhessen, mert ez önmagában nem működhet. Ehhez azért kell a vezetői elköteleződés is, és ez nálunk teljesen megvan. Tehát anélkül, és kell az egyfajta ilyen munkahelyi kultúra is, tehát az a fajta támogató környezet nélkül sem működhet,
mert azért ott helyben is sok segítséget kapunk, akár a kéziforgácsoló műhelyben, akár az elektronika tanárkollégáktól is. Szóval ez egy, lehet, hogy időnként csak mi látszunk, de mögötte sok ember segít. Néhány hónappal ezelőtt is kaptál egy elismerést, ugye a fővárosban adták, hát ez mi volt pontosan? Nem hoztad el magaddal? Hát igen, ezen sokat gondolkodtam, de ez a Pécsi Eszter díj. Ez egy fontos díj, ugye? Igen, és pont itt kapott mindenki 2 percet a díjazottak közül, és akkor itt mondtam el azt, amit itt is mondtam, hogy mi másképpen dolgozunk, mert más gyerekek járnak hozzánk. És talán azért is érdekes lehet ez, hogy nem csak az elitiskolákból lehet oda jutni, mert az biztos, hogy ezt már mondtam is az előbb, hogy matematikai diákolimpiai csapatba biztos, hogy kis diák nem fog kerülni, vagy legalábbis kicsi a valószínűsége, de mondjuk egy innovációs versenyről simán egy európai ifjú feltalálók versenyére simán kijuthat, mint erről már volt is példa. Amikor én fiatal voltam, amikor fiatalabbak voltunk, én nagyon szerettem a televízióban a Felkínálom című műsort. Te nyilván emlékszel. Persze, erre. Hogy emlékszel? Sőt, az egyik innovációs... Kicsit ezt csináljátok. Igen, kicsiben, de nagyon érdekes, mert az egyik innovációs versenynél pont Pomazsánszky György volt a konzulens a csapatnak, úgyhogy ez ott vissza is köszönt egy kicsit. Mondom, az a vége, amit én igazán szeretnék, az ahhoz még azért hosszú út vezet, mert én egy olyan hubot szeretnék csinálni, egy olyan kapcsolódási pontot, ahol mondjuk az iskolában lévő, vagy lehet, hogy nem csak iskolát kell mondani, hanem a gyerekekben lévő ötletek és találmánycsírák, azok összetalálkozhatnának a céges háttérrel, és egy-egy ottani mérnöktől kapna egy kis szakmai segítséget, és akkor a végén megszülethetne akár valami termék is. Milyen tantárgyakat tanítasz? Hát én matematika, fizika és informatika oklevéllel rendelkezem. Ebből matematikát most az utóbbi pár évben már nem tanítok, hanem helyette ilyen természetismeretet is tanítok. Egy picit abban én beviszem ezt a maker világból származó ismereteket, sokkal több dolgot kell megcsinálniuk a gyerekeknek. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben az is probléma, hogy a nagypapáknak ezek a sufnik, azok eltűntek. Tehát a gyerekeknek az a helyszín, vagy az a hely nincs meg, ahol mondjuk ezt az alapvető kézügyességet, a manuális készséget, így van, tehát ezek teljesen megszűntek. A digitalizáció is olyan mértéket ér el, amit a digitalizáció tagadók is kénytelenek elismerni, hogy az életünk nagyon nagy része az már a digitális világba zajlik, és oda került át. Szoktál feleltetni? Tehát te is ugyanúgy feleltetsz, mint a többi oktató, mert ugye már most titeket oktatónak kell nevezni a szakképzési törvény megjelenése óta. Igen, én azt gondolom, hogy másfajta médiumok irányába kell terelni a gyerekeket. Én nagyon sok esetben próbálom ösztönözni őket, hogy kis videókon adják be a feladatmegoldásukat. Ezekre van is példa. Például fizikórán, miközben a mérést csinálják, aközben csinálnak videókat, és a feladatmegoldás, a projektmunkának a megoldása egy videó lesz. És van olyan csapat, aki már órán telefonon meg is vágja ezeket. Tehát az óra végére kész kis videók születnek. Mondtam, hogy nagyon sokszor azt is elvárjuk a beadandó kapcsán, hogy készüljön egy konkrét prototípus valamiről,
például a mondjuk petpalacból, lufiból és szívószálból és némi kis műanyag kiegészítőből egy tüdőmodellt is meg lehet csinálni, ami mutatja a rekeszizom szerepét is a tüdő működése. Ugye a természetismeret az egy ilyen összetett tárgy, ahol megint nem csak külön fizika van, meg külön biológia, hanem hogyan működik az egyik szervünk. Tehát én ilyesmit várok el, és én nagyon sokszor az egyik ilyen oktatási platformon tűzem ki a feladatot is, és ott is várom el azt, hogy beadják, mert szerintem ezt is meg kell tanulni mindenkinek, hogy nagy digitális platformokon közösen is együtt kell dolgoznunk. Nem gondolnám, hogy hagyják a téged körülvevő gyerekek, hogy te valaha is megöregedjél. Tehát örök fiatalnak kell maradni, úgy fejben, mint ahogy a mindennapokban működsz, és hiszem, hogy ez egy nagyon vonzó dolog a pályaválasztás előtt álló gyerekek életében. Az egyik mondatodban mondtad, hogy a fiúk. Hát ott nincsenek lányok egyáltalán. Vannak, nem sokan, tehát mondjuk ilyen 10 alatt vannak lányok, és nagyon érdekes, mert két lányhoz is kötődik azért ilyen bánki robotos emléke. Az egyik az Nagy Enikő volt, aki nagyon szépen dolgozott végig, ő egy komoly sikereket is ért el. Ő innovációs versenyen is díjazott volt, a Tudományos Diákköri Konferencián is díjazott volt, és a végén őből tanítónő lett, ami fontos, és most például Marcis Kata az, akivel nagyon jól együtt tudunk dolgozni, és én nagyon nagy értéknek tartom. Neked is van lányod, hogy áll ezekhez a... Hát a nagyobbik lányom, ő is tanítónő lesz, és most járja az első évét. A kisebbik lányom, ő még gimnazista, ő most még focizik is közben. Uh-huh. De ő is benne van, tehát ők is szegények kénytelenek részt venni ebben, mert hát ebben a közegben nőttek fel. A póló, amit most erre a beszélgetésre választottál, nem tudom, hogy választottad, de vagy ez következett? Nem, ezt direkt vettem elő. De ez egy ilyen projekt pólónak szoktuk ezt nevezni, ez most a legutóbbi ilyen sikeres projektünknek, ez a Hendexo projektnek a... Hát amikor egy ilyen picsen megjelenik a csapat, akkor az is jó, hogyha... Hát mondjuk néha úgy szokták hívni a fiúk, hogy a céges póló. És akkor ezt én is büszkén veszem fel. Ez egy olyan gyógytornász kesztyű prototípus, ami segíthet abban, hogy azok, akik nem tudnak eljutni egy gyógytornászhoz, hanem mondjuk otthonukba kényszerülnek, egy applikáció segítségével is, mondjuk egy telemedicina alkalmazás segítségével, mondjuk egy Skype segítségével otthon is tudják végezni ezeket a gyakorlatokat, és egész szép eredményeket ért el a csapat ezzel. Például ez a Dortmundi világbajnokságon is voltunk, ott 18. helyezést értünk el, ami így elsőre azt mondják, hogy persze ez nem egy dobogós eredmény, de ha mondjuk Ázsiából eljönnek Európába ezek az iskolai csapatok, iskolai projektek, akkor szerintem azok az erőforrások, amiket ők egy ilyen projekt mögé tudnak rendelni, mondjuk egy indiai magániskola, ami nagyjából egy angol magániskolának a földrajzilag más helyen megvalósított verziója, az ami nehezen tudunk versenyezni. És hát azok a pontok, amik mondjuk a standnak a megszerkesztettségéért járnak, vagy a natív angol tudásért, azok ott nekünk némileg hiányoztak, de én azt gondolom, hogy nem vagyunk rossz helyen ezzel a 18-kal sem. A projekt szó sokszor elhangzott. Meg tudod satszolni, hogy hány projektben voltál
társ, gazda? Hát ha a befucsoltakat is hozzáveszük, mert mindenképpen. Az szerintem 200 fölött van így hirtelen, ami eszembe jut. Most elkezdtem összerakosgatni, de először csak azokat, amiről mondjuk fotóim is vannak, meg leírások, de szerintem úgy is azért 50 fölött van az, amiből lett is valami, de lehet, hogy keveset mondtam, nem tudom. Ezt lehet, hogy egyszer végig kéne gondolni, de még erre nincs idő. Most mi vágyad lenne? Talán egy kis nyugalom és csendesülés lenne az, ami most... Tehát most nagyon sok minden történik itt körülöttünk a világban, és hát a fókuszt elviszi arról, amivel kellene foglalkoznunk. És hát ha az visszajönne az a nyugalom és egyfajta ilyen, nem is tudom, egymásra figyelés, akkor szerintem mindenki jobban is érezné magát, meg talán eredményesebb is lenne ott, ahol kell. Hát remélem, hogy ebből egy kicsi szeletet most tudtunk beletenni a te mindennapjaidba, és akkor javaslom projektként egy ilyen lekapcsoló gombot próbáljatok meg kifejleszteni. Igen, amivel... az biztos, hogy kellene. Egy kicsit el lehet csendesíteni a világot. Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok. Én, mint átlagember, én borzasztóan el vagyok képedve attól, amiket megalkottok, és amilyen úton jártok, és kitartást kívánok, és mindazt, amiről az elején beszélgettél ennek a kis kávézásnak, hogy mi mindenre van szükség ahhoz, hogy ez még messzebbre elvihesse a nyíregyházi bánki nevét. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.